Szia, fény! Most az a tervem, hogy ezentúl csak az ébredezéssel foglalkozom, és hát ezt nyilván látni fogjátok, látni fogod, hogy ez mennyire sikerült, mennyire tartottam be ezt az elhatározásomat, amit szó szerint értek, tehát, hogy nem is lesz több videóm, vagy egy darabig biztos, hogy nem. És nektek is, neked is ezt tanácsolom, vagy ajánlom, de természetesen te döntsél arról, hogy mit csinálsz. De érdemes egy ponton megállnunk, és elkezdenünk egy teljesen új életet, hogy így mondjam. Tehát mindent máshogy csinálni. Valahogy mindenki érzi a lelke mélyén, a lelke legbelsején, a szíve középpontjában, hogy mit kell tennie. Hogy mi az, amiért inkarnálódott, mi az, amit döntött, még inkarnálódása előtt, fény tudatában, és hát természetesen csak akkor lesz boldog, hogyha ezt teszi, csak akkor lesz értelme ennek az inkarnációjának, hogyha ezt teszi, és csak akkor fog a mostani játékából úgy hazamenni, hogy megtette, amiért ment. Megtette, amiért újra belépett a játékba, és hát csak ennek van értelme. Ugye, hogyha lemegyünk egy boltba, hogy vegyünk kenyeret, akkor annak van értelme, hogy tényleg azt is csináljuk. És nem pedig elkezdjük felmosni a boltot, vagy villanykörtét cserélni, ott vagy stb., hanem akkor megvesszük a kenyeret, amiért mentünk, érted? Tehát ez ennyire egyszerű. És persze az elménk az kitalál sok mindent, és nagyon sok minden fel van ajánlva a játéknak ezen a szintelén, amit földbolygónak nevezünk. De hát a döntés az mindig a mi kezünkben van, hogy mit választunk. Azt a sok csillogó, villogó, becsomagolásban lévő semmit, vagy pedig azt, amiért mentünk.